Helyei Lászlót nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Rádió C stúdiójában. Én is üdvözlöm Önt és a hallgatókat is. Nem véletlen, amit a beszélgetés alatt hallgatni fogunk zenét. Helyi László és én is a Beatles együttes nagyon szeretjük. Ráadásul nekem az Abbey Road az talán a kedvenc Beatles lemezem, majd erről is azért fogunk beszélgetni, mert egy nagyon érdekes történetet mesélt nekem itt a műsorban, majd szeretném, ha megosztanánk a hallgatókkal. Ezt a lemezt fogjuk hallani, de nem a Beatles együttes előadásában, hanem 1969-ben, tehát amikor maga ez a lemez megjelent, George Benson rögtön készített egy Other Side of Abbey Road, tehát az Abbey Road másik oldala című lemezt amin kiváló jazzistákkal működik közre, Hörbi más, Miles Davis, tehát nagyon ronkárt, nagyon-nagyon komoly neveke felvette erről a bizonyos Abbey Road lemezről jó pár számot. És mondom, még abban az évben megjelentette, amikor annak idején megjelent a Beatles együttes Abbey Road című lemeze. De mielőtt ezt a lemezt be egy kicsit belehallgatnánk, ezt a történetet szeretném, hogyha megosztaná a hallgatókkal, hogy hogy is volt ez, amikor 69-en megjelent ez a bizonyos Beatles lemez. Hát úgy kezdődött a idézőjelbe szerelmem a Beatles-höz, hmm. ezt muszáj előre bocsátanom, én 62-ben kezdtem a gimnáziumot, 14 éves voltam, ugye a legfogékonyabb kor az ember életében, és nem csak iskolát, hanem zenei stílust is vált, ami ugye nem volt elég gazdag Magyarországon a 60-as évek elején, úgymond tán, zene szólt a rádióból, az ismert, ma, még, ma is ismert énekesekkel, és 62-be berobbant a Beatles, amit ugye mi általában Luxemburgon vagy a szabad Európán hallgattunk. Iszonyú zavarások közepette, úgyhogy engem a legjobb korban ért 62-ben, és elkísért hosszan, az, szinte az a mai napig a Beatles az az együttes, amely igazán levesz a lábamról. És 69-ben az egyetemi színpadon játszottam az univerzitás együttesben, ez egy amatőr, de nagyon jó nevű amatőr. Művészeti centrum volt a Pesti Barnavás utcában, és kint jártunk Spanyolországba egy fesztiválon, egyetemi színházak fesztiválján, és egy előadás után hazafelé menet szólt egy kis pábból. Hát, tudni kell, hogy 69-ben még frankó diktatúra volt Spanyolországban, minket a határon órákig vizsgáltak, mert nem találkoztak még ilyen címmel, ilyen országgal, hogy hangeri, Hungári, magyar, mm -hmm. mi az, hogy magyar, úgyhogy na de bejutottunk az országba, és mondom, szólt egy ilyen zene, ez szólt egy kis pubból, előadás után mentünk haza, valami másik vendégegyüttest néztünk meg, és én beültem oda, illetve beültünk mindannyian valamit inni, és én ott ragadtam hajnalig, miközben időnként megford, megfordítottam a lemezt a, a tulajdonossal, aki annak ellenére, hogy csak fél óránként rendeltem egy, -egy áis pálinkát vagy egy kis vörös bort, nem rugott ki az üzletből ott, mosogatott, számolt, könyvelést intézte. Nekem megfordította a lemezt, és ez volt az első igazi találkozásom, mert addig csak többnyire zavartan Magyar Rádió nem nagyon játszotta, úgyhogy így hallgattuk a lemezt. Meg egy-egy barátomnak volt, aki külföldről kapott lemezt, de olyan, hogy ilyen hosszan és aktívan tudjam élvezni a muzsikát, az ott történt, meg Szán úgyhogy ez különleges emlék marad az életemben. Sikerült esetleg onnan egy-két biztos lemezt is hozni akkor Spanyolországból? Ezt, any... ezt, ezt meghoztam, ezt meghoztam, igen. Nem, mert azért annyi pénzem nem volt, úgyhogy ez az egyetlen, Nyilván nem ez hoztam. nem volt egy olcsó dolog, hogy most sem azt ha egy CD megjelenik, gyakorlatilag nem egy egy olcsó dolog. Úgyhogy emlékszem, amikor régen az ember tényleg így Nyugat-Európába kiszabadult, amikor itt még ugye lemezboltokban nem nagyon lettek, akkor nagyon meg kellett gondolni, hogy mi ez a két-három lemez legjobb esetben abból a sokból, ami egy ilyen lemezboltban volt, amit haza tud az ember hozni. Én emlékszem, hogy itt a Rákóczi úton volt egy ilyen lemezkölcsöző, uh -huh. nem tudom a nevét már, mert nekünk lemezjátszónk se volt, de tudom, hogy volt barátom, aki ahogy megjelent valami, ott tudta, hogy hova kell menni, és akkor onnan kivette, és akkor ment a másolás. Uh -huh. De érdekes, lemez kölcsönző. Érdekes, hogy ilyen volt. Igen, <laughs> Rákóczi uton egy kapu Ugye a, a zenére egy picit az önpályára térve, ö, mikor fogalmazódott az igazán meg, hogy, hogy a, a színészettel professzionális módon szeretne foglalkozni. Hát gondolom gyerekkorban nyilván a versek, minden mi érdekel egy gyereket, de amikor ez hogy fordulod, ahogy hogy egyszer csak azt mondja valaki, hogy, hogy erre szeretném az életemet rátenni? Ez, egy e, tulajdonképpen nem olyan bonyolult, és nem olyan bigott kérdés, és nem olyan bigott a válasz sem, amit adok, mert tulajdonképpen valóban, ahogy mondja, hogy versek, meg színjátszókör az iskolába, meg példaképek mozivászonról, színházakból, ugye, amit az ember látott, és van egy óhatatlan vonzás, a szereplési vágy, a, ennek a csillogó része, hírnév, ezek vannak, de azért ezek úgy, hát ezek azt hiszem mindenkivel előfordul. a szóval minden ember életében vannak ilyen vágyak. Nálam igazán ez úgy történt, hogy amikor a gimnáziumban az ember negyedikes lesz, és elérkezik az érettségi közelség és a pályaválasztás, én jobb hiány írtam be azt, hogy mert se állatorvos, sem mérnök, se bölcsészt nem akartam lenni. Beírtam, hogy színművészeti főiskola, de igazából ilyen, nagyon nagy várakozás nem volt bennem, hogy sikerülni fog. Nem is sikerült, engem hatodszorra vettek fel végül is. Nem, mintha nem akartam volna, csak nem volt bennem olyan. Szerintem hatodszorra is ugyanazzal a repertoárral mentem, ami jelez három monológot, tíz verset, egy-két népdalt. Tehát nem frissítettem fel a repertoáromat és igazából csak megtanultam, és hát én gondoltam, hogy az ottani tanároknak, akik felvételiztetnek, tehát az a dolguk, hogy, hogy észrevegyék a hamu alatt a tüzet, vagy azt a, azt a kis gyémántot ott a, ebbe a 18-19 éves fiatalemberbe, hogy van benne valami, és aztán majd mi előbányáztuk, hát arra vannak ők. És aztán hatodszorra valamitől fölvettek, én azt gondolom, hogy se tehetségesebb, se tehetségtelenebb nem voltam. Igaz, hogy közben azért a művészi vágyaim részben kielégültek, mert az egyetemi színpadon, amit nem győzem hangsúlyozni, az egy nagyon nívos amatőr együttes volt. Ott én azért játszottam három éven keresztül, 68-71-ig, úgyhogy ki voltam elégítve, meg talán egy kicsit érettebb lettem, amit nem a más színpadon, amit nem nagyon szeretnek a főiskolán, szeretik ők maguk alakítani. Úgyhogy én igazából nem tudom, nem is kérdeztem meg, mikor befejeztük, elvégeztem a főiskolát, hogy tulajdonképpen miért vettek fel? Inkább azt hiszem, hogy az lehetett volna a jogos kérdés, hogy eddig előtte öt alkalommal miért nem. Hát nézze azért az Mert a... nyilván a pálya azért önt igazolta. Tehát... Ö... Hát igen, de ez végül is egy hajszálon múlik, mert bár vannak diplomanélküli színészek, vagy legalábbis abban az időben még voltak, méghozzá jó nevűek, Elképzelhető, hogy megtalált volna a pálya engem vagy én a pályát diploma nélkül. Én minden esetre nagyon élveztem, hogy már családapaként újra diák lehettem a főiskolán és nagyon jó tanáraim voltak, még Kálmán, ugye, a Ádásdi ugye Békés András volt az osztályfőnököm, opera rendező, Montág Imre volt a beszédtanár, de majdnem minden tanárt mondhatnék. Viszont hozzá kell tenni azt, ami a felvétellel kapcsolatos, hogy azért ez a 60-as évek közepe, 60-ban érettségiztem, hogy azért minden felvétel nem csak a művészeti főiskolákon, hanem általában a felsőoktatásban, azért úgy kezdődött, hogy apja tulajdonosa-e a szocialista hazáért érdemlennek. Tehát ez volt az úgynevezett kontraszelekció, aminek szerintem a mai nap igisszuk a levét, mert sok arra érdemtelen ember került be pusztán egy ilyen előélettel. Ha volt köze a pályához, ha nem. Én az Én így gondolom. Ha majd egy családról esik szó, volt egyébként az ön családjában esetleg valamilyen előzménye, valamilyen művészeti ágban tevékenykedtek esetleg? Nem tevékenykedett senki a családban, édesanyám védőnő volt, apám könyvelő. Az apám kassára járt iskolába is, tudom, hogy, hogy nagyon szerette a verseket, szeretett szavalni, sok iskolai ünnepségen szavalt. És hát, mint ilyen tisztes, középosztálybeli emberek szerették a kultúrát, de művészemben nem volt a családban. Ők mit szólták ez egyébként, hogy ugye éve kig próbálkozott a főskebe hogy ők próbálták inkább lebeszélni, vagy tartották önben a lelket? Ezt igazából nem ellenezték. Én azt gondolom, így utólag is, meg az örömüket, amikor végre sikerült, hogy azért szurkoltak, hogy hát ki nem szurkol a gyerekének, hogy az álmai teljesüljenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy örömmel. Tehát soha nem mondták, hogy miért nem hagyod már a francba látott, hogy nem megy ez már negyedszer, ötödször. Nem mondták soha. Én azt gondolom, hogy a lelkük mélyén szurkoltak, és nagyon büszkék voltak aztán arra, amikor végre úgymond sikerült. De esetre ezért ott az egyetemi színpad évei gondolom az egy nagyon nagy iskola volt, mert bár én a, nyilvánvaló a nyilvánvalóan színházi vagy filmvilágot csak így kívülről ismerem, de hogy el tudom képzelni, hogy ott egy, egy próba folyamat az nagyon más, mint egy professzionális színháznál, ugye, hogy, me, ami egy sokkal feszítettebb próba időszakot akar, gondolom. Tehát azt hiszem, hogy az egy picit más jelleg, és pont egy olyan munka, ami egy, egy művésznek nagyon az előnyére válhat. Hát az annyiból volt más, amit egyébként javasolnék minden erőfeszítést igénylő, komoly, eltökélt embernek, illetve pályának, úgymond, és ide nyugodtan belevehetem a labdarúgást is, hogy ugye mi amatőrök voltunk, a többségében egyetemisták voltak, bölcsész hallgatók, de oda felvételizni kellett ugyanúgy, mint a főiskolára, tehát meghallgatták az embert, talán ismert nevet mondok, hogy mondjuk azt mondom Ruszt József, vagy ö, ö, elég ismert neve, már nem él nincs a pályán, ő volt a vezetője, a művészeti vezetője. És egy legendás figura, igen, igen, a Bodnár Sándor, aki a Nemzeti Színházban volt rendező, tehát nagyon minőségű elit, elit garnitúra volt, a rendezők között tudom mondani Zsámbéki Gábor, aki a Kaposvári Színháznak volt, Hosszú éveken keresztül az igazgatója jelenleg a katonát igazgatja és hát az egyik legjobb hazai szakember. Úgyhogy nagyon jó nevű rendezők voltak, és viszont a társulat az amatőrökből állt, mondom, egyetemistákból. Én speciál dolgozó ember voltam. Most a nehézséget vagy, illetve hogy miért javaslom ezt a fajta módszert, tudnék este 10-kor kezdődtek a próbák. Mert ugye voltak dolgozók, ott voltak előadások természetesen, nagyon nagy nevű művészek léptek föl. Mensáros Lászlótól, Latina Vizzoliig, Mezei Máriáig, Szavalókör volt, komoly zenekarok, Omegaik illésék, Szóval az egy na rendkívül komoly gyűjtőhelye volt a magas kultúrának. Úgyhogy mi este 10-11 után kezdtünk próbálni, és a hajnali 3-ig, 4-ig. Az ember hazaért ötkor, és hát fél nyolcra már benne kellett lennem, ha anyagbeszerző voltam, akkor azon a munkahelyen, ha más, akkor máshogy. Úgyhogy, és azt gondolom az egyetemistáknak ugyanúgy órára kellett járni. Tehát ez egy nagyon intenzív dolog volt, de annyira szerettük csinálni, hogy Ettől aztán nem is volt az ember annyira fáradt, vagy talán attól, hogy fiatalabb volt. Ezt csak azért hoztam pár a labdarúgással, tehát hogy én is mondjuk azt csinálnám a labdarúgókkal, vagy sok egyéb sportolóval, hogy dolgozzon, és aztán majd, és utána menjen el, és éljen a hobbiának, és majd kitermelődik az, aki valóban akarja ezt csinálni. Tehát, hogy áldoz rá, mert áldozat nélkül azt gondolom nem megy. Volt esetleg olyan emlékezetes szerep, ami ez az egyetemi színpados időszakhoz kötődik? Egy-egy nagyon kedves szerep, amire mai napig szívesen emlékszik vissza? Hát rengeteg szerep volt, az az igazság, hogy tulajdonképpen mindegyikre szeretettel emlékszem, már csak azért is, hogy azért is, mert mert rengeteget utaztunk, tehát a, igazából akkor utaztam a legtöbbet életemben. De hát jelentős szerep, igazából már nem nagyon tudok, még 10 perc buffalói, tudom azt egy Ma már gyógyszerész vezető valahol a Dunántúlon, az a kollégám, aki akkor egyetemista volt a német Ákos, még 10 perc buffallóig beugrottam a pokol 8. körébe, ez egy Pilinszki darab, akkor még a legnagyobbak játszottak az egyetemi színpadon, akkor még nem történt meg az őségváltás. Hetényi Jordán, Halász Péter, Szilágyi Maja. Szóval annyi szerep volt a három év alatt, hogy igazából nem nagyon tudom, szóval elfelejtettem őket már cím szerint. Az egy ilyen három év üdülés volt nekem. Körülbelül olyan, mint a Kaposvári első három év a pályámon. Az nem is tudom, hogy mikor tanultuk meg a szerepeket, mert egy ilyen nagy delíriumban, uh -huh. idézőjelben mondom, telt el. Ez a három év olyan volt, mint egyetlen nap az életből. A főiskola aztán ez egy ilyen nagyon kellemes emléknek maradt meg? Tehát beváltotta azokat az álmokat? Az oda való járás, ami, amit ugye előtte elképzelt róla? Ez egy furcsa dolog, mert volt ott egy törés bennem, iszonyú nagy öröm volt diáknak lenni újra, szóval azért az egy fantasztikus dolog, hogy mindig megmaradt bennem, hogy ugye az ember járt, sokszor jártam felvételizni a hat év alatt, hol az elsőn estem ki, hol a harmadikon. Ezt mindig valahol, valamely teremből zene szólt, zongora szó, szóval valaki vagy balettoztak, vagy valaki gyakorolt. Ez egy olyan fantasztikus, akusztikus világa volt a főiskolának. Na de hogy diáknak lenni újra, az nagyon nagy élmény volt. És érdekes módon második évvel jött egy olyan, nem tudom, nem csömör talán az, hogy tulajdonképpen a vágy, amire, a vá amire vágytam, hogy újra hogy diák lehessek, és hogy azt tanulhassam, amihez, amit nagyon szeretnék csinálni. Egyszer csak második évben valahogy úgy rám zuhant, hogy te jó Isten, most egész életemben majd ezt kell csinálni, hogy Ja, be kell menni egy színházba, és akkor ott estéről estére ugyanazt a szerepet. Nem tudom, mert akkor még nem is játszottunk jóformán, csak helyzetgyakorlatok és jelenetek voltak. És rám jött egy ilyen kis csömör, de hál' Istennek azért az Isten megsegíti az embert, akkor jött ide a Royal Shakespeare Company a Szent Iváni állommal, és azt én a Vig színházban játszották, és akkor én ezt megnéztem háromszor, és akkor mondtam, hogy ha lehet ilyen színházat csinálni, akkor hát akkor talán mégsem. Szabad ezt ilyen hamar feladni két év tanulás után a vágyakat, hiszen lehet izgalmas. Valószínűleg azért volt ez, mert sok, sok unalmas magyar előadást láttam. Uh -huh. Valószínűleg ezért volt bennem ez a Jézusom, nekem is majd ezt kell csinálni, mert elég sok ilyen lefúrt lábú színészetet, és miközben komoly egyéniségek voltak, csak az iskola nem volt olyan. A magyar színháziskola kicsit másabb volt, mint ez a egyébként a világban egyedülálló szaj se volt elterjedt, amit a Royal Shakespeare Company csinált. De ez valami villám szerűen hatott rám, és mondtam, hogy hát ha lehet így játszani, akkor érdemel, lehet így is színházat csinálni. Egy üres térben szinte. És utána volt olyan színház, ahol ezt, ezt, sikerült megélni színészként? Vagy ehhez hasonlót? Nyilván pont olyat nem, de egy ilyen hasonló légkört? Pont olyat nem, mert azért realista színháznak mondanám a a Kaposvári Színházat, de, de azért törekvéseiben, hozzáteszem, ez a Shakespeare Színház, ez nem volt mozgásszínház, csak, csak nem, szóval nem úgy játszották, hogy leállt a épp, aktu, a épp, aktuálisan beszélő színész a színpad elejére és deklamált. Uh -huh. Hanem a szituációnak megfelelően volt elrendez megrendezve a darab. Kaposváron is így volt egyébként. a szóval, nem kell okvetlenül mozogni, óhatatlan, szóval nem kell mindig mozogni, de, az, se lehet, hogy az emberek így lecövekkel, lefúrt lábú színészet működjen a színházban. Úgyhogy Kaposváron talán e felé törekedte, gondolom, hogy ott is hatott az alkotókra ez a fajta színházi szemlélet, ami tulajdonképpen a Peter Brook nevéhez fűződik, vagy kötődik. És az a hogy ilyen, ilyen klassz volt ott lent lenni, volt végig egy ilyen érzés, hogy ez egy jó lenne fölkerülni? Bennem különösen nem volt, mert én nekem már főiskolás koromban volt szerződésem a Nemzeti Színházhoz. És én onnan kértem ki magam, hogy én még lemennék inkább vidékre, Aha. hogy még tanuljam a De ez szakmát. azt hiszem, hogy nem átlag dolog, hogy valakinek már akkor főiskolásként egy ilyen komoly színház. Vagy ez a gyakori dolog volt? Nem nagyon gondolom. Tehát hát mikorunkban már volt azért a vadács színházba is, vig színházba is, azért 75-ben már így harmadik évben, harmadikban, amikor már kikerülünk színházhoz, akkor már úgy nagyjából lehetett látni, lehetett hogy, látni hogy ki hova megy, igen. Hát én a nemzetiben nagyon rosszul éreztem magam, <laughs> megmondom őszintén. Annak ellenére, hogy nagyon szerettek mind a vezetőszínészek, mind a a vezetőség. Akkor a Kota Major Tamás volt még az igazgató abban az időben? Hát a Major Tamás volt a művészeti vezető, a művészeti Marton vezető. Endre volt az igen, igazgató. Igen. Ott egyébként is abban az időben nagyon nagy ramazuri volt, mert egy egymást váltogatták az igazgatói uh -huh. székben, és amikor fölkerültünk 78-ba, akkor is nagy ramazuri volt. A nemzeti körül mindig ramazuri volt, most nem tudom épp hol tart az ügy, azt most is van de ez legyen az ő dolguk. De amikor mi fölkerültünk 78-ba, mert úgy kerültünk föl, hogy a Kaposvári Színházat és a Szolnoki Színházat, amit Székely Gábor vezetett, azt a Fosgai fölrendelte Pestre, most talán avval az, azzal a célral, hogy ezt a minőséget, amit ez a két vidéki színház csinált, hogy ezt átülteti a nemzetibe is, vagy egyszerűen fel akarták robbantani a két legjobb vidéki műhelyt, ezt én meg nem tudom mondani, minden tehát esetre... a Nemzeti Színházba importálták, tehát a két színész. Elképzelhető, színháznak a igen, de nem művészeit? sikerült. Nem sikerült, úgyhogy uh -huh. igen, az öt vezető színész följött, mind Szolnokról, mind kaposváról, a vezető garnitúrával együtt Széke, Zsámbéki, Asertamás, Gyula és ötöt színész, de nem lehetett előtetni ezt a kaposvári szolnoki szellemiséget. Ez egy túl masszív, túl bebetonozott színház a nemzeti szellemiségében, hogy a mi frissességünk, fiatalságunk átütő erő tudott volna lenni, de aztán hál' Istennek levált a Katona József Színház, illetve önálló életet nyert ezzel a két alkotóval, Zsámbéki Székelyel, úgyhogy azért végül is volt egy kis, volt egy nem kis haszna ennek a pesti kirándulásnak. Én nem örültem, hogy el kell jönni Kaposvárról, mert abban nagyon sok volt még abban a színházban. De akkor szerintem meg is ragadt itt a nemzetiben, miután volt ez a fajta ö, akció. Tehát akkor attól kezdve a nemzeti ben játszott, amikor Kaposvár... Hát följöttem Kaposvárral, uh -huh. igen, Tehát és uh -huh. akkor uh -huh. Tehát mentem nem szín... a katonába, de uh -huh. ennek ellen visszamentem Kaposvárra a katonából, uh -huh. pedig ott aztán igazán, hogy mondjam, az minőségi társulat volt. Ott egyetlen baj volt, hogy az én korosztályomból nagyon sokan voltunk, uh -huh. és hát az, és az kevés évi négy bemutató az... uh -huh. és Major Tamás, Gobbi Hilda, úgyhogy nagyon jókat játszott az ember, nem panaszkodhatom, csak keveset. Mi hozzá voltunk szokva vidéken ahhoz, hogy Hát, hogy le voltam terhelve. Uh -huh. Szóval naponta kettesével játszottunk Sziránótól kezdve minden darabot, és az, az utána, hogy az öltözőbe üldögéljen az ember, az óhatatlan, vagy alkoholhoz vezet, vagy valami fásultsághoz, vagy, vagy szab... Úgyhogy aztán visszamentem Kaposvárra. Persze már nem ugyanaz volt, és akkor így kezdődött egy ilyen vándorút, de amit akartam ezzel a nemzeti igazgatósággal mondani, hogy akkor olyan ramazuri volt, mikor mi 78-ba fölkerültünk, hogy jellemző a nemzeti körüli kuszaságra, hogy olyan gyakran váltogatták egy, egymást az igazgatók, hogy mikor megjött a tényleges igaz, az épp aktuális tényleges igazgató, kérdezte a portás, a portás néni kérdezte az illetőt, hogy ki tetszik keresni, kicsit így beszélt a Fisi néni, ki tetszik keresni, mondta a Sziládi János, egy káder volt, hogy hát kérem szépen, én vagyok az új igazgató. Azt mondta a Fisi néni, azt mindenki mondhatja, mert olyan gyakorolja, hogy annyira váltogatták olyan oh, sűrűn ott a aha. minisztérium, vagy a pártközpont, nem tudom, hogy ki volt az úr. De szóval ott mindig zűr volt, és ezt nemzetit szívesen felejtem el. Major Tamás ugye szóba került vele, viszont ugye nagyon fiatal, egy nagyon komoly darab került előadásra a tévében, amit mai napig e, ismételnek a, a Volponet. Időnként éven. előveszik, igen. E, nem véletlen, mert e, az egy nagyon-nagyon jó. Én úgy gondolom, nem tudom, hogy önnek milyen emlékei vannak ezzel kapcsolatban, úgy érzem, hogy ez egy, valahogy egy nagyon általált tévéjáték volt. Hát milyen élményei lehetnek az embernek egy... Hát egyrészt főiskolás voltam még, amikor forgattam. A rendező sajnos már nincs közöttünk, a Fehér Gyuri akkor diplomázott filmrendező hallgató volt, aki engem egyszer megszólított a főiskolán, így a harmadikról a földszintre, épp mentünk ebédelni, hogy álljak meg, és szeretne velem beszélni, bemutatkozott, és akkor készítette a harmadik Riált című vizsgafilmjét, és abba adott nekem egy elég fontos szerepet, illegálisan forgattam, mert első két éve nekünk nem szabad forgatni, még ha a diplomafilm is, annak ellenére nem szabad dolgoznunk, és ott ismerkedtünk meg, és akkor egyszer csak negyedéves koromba előállt a, a Volponnénak az ötletével, és abban én a Moszkát játszottam a Volponné-nek a agyafúrt szolgáját, és természetesen emlékezetes marad, nem csak azért, mert a legnagyobbakkal játszhattam együtt főiskolás koromban, Major Básti, Besenyei, Kállai, Rajz János, Raksányi Gellért, akkor a fiatal sztárok, a Bánsági Ildikó, Andai Györgyi. Nem csak ezért emlékezetes, hanem azért is, hogy én, aki egy eléggé ilyen szorongós színész vagyok, még a mai napig is, de akkor különösen, hogy nem ismertem a szakmát, a rendező olyan légkör tudott teremteni a stúdióban, hogy nem kellett félnem ezektől a nagybőlényektől. Szóval ezek, tudva lévő, hogy egymással se voltak igazán jó viszonyban. Mondjuk ebből voltak hárman a nemzeti tagjai, a Kállai, a Besenyei, meg a Bástin. Most ezek, nem szerették egymást? Hát ezt én nem tudom, hogy nem szerették-e, de hát ugye három ilyen hős alkat, ezek mm. között biztos mindig ment a rivalizálás. Az ember mindig hallott, hogy most a, ki lesz épp az ügyeletes Ádám, ki lesz az Otelló, mert mentek a gondolom a belső feszültségek, mint minden csapatjátéknál vannak. Itt gyerekek voltak és élvezték az együttjátszást, és mondom, a rendező olyan de, de, de légkör hogy nem kellett szoronganom. Ezért is emlékezetes, azért is emlékezetes, mert akkor még csak egy csatorna volt, és tudom, hogy másnap mentem le, mikor leadták, mentem a városba, és az emberek így fordultak meg az ember mm. után, mert hát ugye a televízióban, főműsoridőben egy tévéjáték, és hát nem utolsó sorban, hogy erre a díjamra vagyok a legbüszkébb, hogy egy főiskolás alakítással elnyertem a Veszprémi TV találkozón a legjobb színész alakítás diát, úgyhogy egy, ez ilyen. nekem egy igazán emlékezetes produkció, és valóban ma is meg lehet nézni. Nagyon-nagyon jó munka. Abszolút, abszolút. Mondom, én most lát, sokat szóra láttam, hát a gyerekkorom. Hozzáteszem, hogy emlékszem arra, amikor először láttam. Én akkor... 76-ban volt, én igen, pontosan tehát egy tudom éves, éves gyerek voltam, és határozottan emlékszem rá. Tehát egy, 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 Pedig hát azért nyilvánvalóan meg kell, hogy mondjam, hogy azért abban a korban még, akkor nagyon sok tévéjáték volt, akkor még azért az az időszak volt, tíz évesen, hogy azért várt az ember inkább a filmeket, és amikor úgy megláttam, hogy tévé valamilyen ugye, ilyen színházi jellegű dolog, hát nem feltétlenül mindegyiknek örültem nagyon, eh, annak hogy későbbiekben nyilván az emberben kialakult már egy más érték, de hát tíz évesen az ember tíz éves is. Kalandokat várta meg így az akciókat. Van, így van, így van, és, ezzel együtt emlékezetes volt, mert valahogy olyan, valóban olyan légköre van annak az egésznek, hogy egyébként hogy lett fölvéve. Mert azt tudom, vagy legalábbis úgy hallottam, hogy, hogy annak idején ezek a tévéjátékokra nagyon komoly próbák voltak, szóval kvázi úgy lettek lejátszva sok esetben hosszasan, mint egy színházi előadás vágás nélkül. Most már egyébként direkt ilyen szemmel nézem a, a régi tévéjátékokat, hál' Isten most azért elég sokat lehet látni, és látom azt, hogy hosszasan nincs benne vágás. Hogyne, hát ez elektronikával készült, és az azt jelenti, hogy ilyen 10-12 perces jelenetek egybe, vagy 8 perc, de az nagyon hosszú ám. Hogyne? Hosszú idő. Hát ha azt hiszik, hogy mondjuk ha azt mondjuk egy óra anyag elkész, és akkor mondjuk 8 percesek ugye a részeket, hát akkor egy 5-6 részből már megvan az és egész. És az rengeteg próbát igényel, a színésztől persze ne, hihetetlen felkészülést, mert nem lehet ott megtanulni a szöveget, mert mondjuk egy, egy, egy csapós, hagyományos kamerával fölvesznek három mondatot, mondjuk maximum ötöt, azt tényleg be lehet ott nyálazni, de, vagy nyalni, de ezt itt nem, itt, itt komolyan egy színházi produkcióra föl kell készülni az egész szerepből, és aztán külön az aznapiból különösen, és hát rengeteg próba. És nem amíg... idő alatt készült egyáltalán ez Hogy képzeljük el? Egy hét, pár nap, vagy... Nem, három hét biztos, hogy volt. Három hét. Hát ez és, egy nagyon komoly dolog. És akkor volt új a négyes stúdió, hát ma már persze lelakott, de akkor új volt színes stúdió a négyesbe, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. És hát uh, itt, nem, itt aztán végképp nem lehet mellé beszélni, meg súgni, mert a, ez a Fehér Gyurinak a találmánya, illetve a evidens találmánya, hogy a televízió végül is a, az arcokat viseli el. Szóval az a, a, nincs az emberi arcnál izgalmasabb. Én legalábbis például nagyon szeretem a riportműsorokat, műsorokat, voltak annak idején a vitreinak. Az öt szem között, egy emberi arcnál, ami mögött van tartalom, tartalom, az soha nem unalmas. Na most természetes, hogy gyerekfejjel az ember a az akciókat várja, de a televízió azt gondolom, hogy főleg ennek volt ez ennek a műfaja, legalábbis akkor én úgy láttam, és ma is vallom ezt, hogy hogy, ott, hogy, hogy, konspirálnak az emberek. Ugye a hogy, hogy, konspirálnak, hogy, etetik, hogy eteti, hogy be a Moszka egyenként, hogy játszaki ki egymás ellen őket. Hát ez fantasztikus, ilyen fülbegyónásszerűen. Szóval ott nem lehet mellé veszni, hogy az ember mostan szövegen töri a fejét, ott valóban, mert ha, a szem a lélektükre, ott minden, minden hazugság lelepleződik. Éppen ezért nagyon nehéz. Emlékszem, ott kaptam életem két legjobb instrukcióját, mikor az ember kitölti a vásznat, illetve a képernyőt, és kérde, volt egy monológ előttem, és mondom, de Gyuri, kell mondnom, mit csináljak? Azt mondom, ugye az volt a jelent, hogy földobok egy pénzt, és akkor elkezdek filozófálni a tehez én tehetségemről, és hogy mármint a moszka tehetségéről. És azt mondom, Gyuri, de mit csinálják? és adott két instrukciót, azt mondja, hát figyelj, lobdanapot. Ez egy naplopófickó, lobdanapot. Most meg kell mondjam, ez most mulatságosnak hangzik, de mégis valahogy a humorával együtt valahogy megvilágította uh -huh. a szerepet nekem, hogy na most ezt persze, ez kell egy vevő, tehát most kell hozzá a színész, hogy, hogy mit gondol, hogy hogy fordítja ezt le ezt magának, mert mi az, hogy lopja a napot az ember, mi az, hogy nem csinál semmit, naplopó, szóval, hogy ez meg, és azt mondta, hogy légy ellenállhatatlan, mondjuk azán ez egy különösen jó instrukció volt, hogy légy ellenállhatatlan, hogy az ön, magyarul önbizalmat adott. Rámoztották a szerepet, kész. Egyszerűen, ha bíznak bennem, muszáj bízni magamban. Én mondom ezt úgy, aki eléggé ilyen kételkedő vagyok olykor, olykor. Ugye aztán volt egy, egy másik, hát nem, talán művészi súlyában gondolom nem ehhez mérhető, de nagyon, de nagyon kedves, egy nagyon jó dolog, ami ismét azt hiszem, hogy hozott egy másfajta, vagy, vagy ehhez kapcsolat népszerűséget, hogy egy Mátyás király szerepét ön játszotta. Méghozzá annyira passzolóan, hogy, hogy nagyon sokszor, hát szinte az ön nevétől ez elválaszthatatlan. Gondolom, azért ez, ez is egy, egy, egy klassz dolog lehetett. Ez nyilván egy másfajta területe az ön munkájának, de mindenféleképpen egy, egy jó dolog ez, amikor az emberrel ennyire azonosítanak valami. Ez nagyon... Most ugye ráadásul reneszánsz év van, Mátyás év van, úgyhogy rengeteg helyre hívnak. Sokszor, sokszor kicsit, sokszor nehéz ezzel a szereppel mit kezdeni, bár amikben, szerep, amikben játszottam, azok szerepek voltak, hiszen volt a világ közepe című játékfilm, amivel az a híres slogan, hogy kivéve a Gyevi Bírót, igen, az igen, igen. elterjedt, de ott ez tényleg egy alakítás volt, vagy utána a rajzfilm, amit a Kecskeméti stúdióban már rólam rajzoltak, az meg egy külön kihívás volt abból a szempontból, hogy a, nem csak hogy a fejem, hanem minden férfiangnak én voltam a hangja, és aznak nagy sikere volt azért az országban, azt tudom, ez a mesék Mátyás Ilyen. királyról. Itt viszont, mikor elmegyek föllépni, most is megyek majd a hétvégén, meg mondom, év lévén nagyon sok helyre, és sokszor nagyon nehéz, mert nem tudom, tényleg azonosítanak vele, és az emberek között egy piasztéren, vagy a város főterén, vagy egy várban, én ott jelmezbe ott vagyok, egy lakomán, reneszánsz lakomán, és tényleg fotóztatják magukat az emberek, hogy a király, a király, a király, miközben nekem csak egy szerepem a sok közül. Természetesen én nagyon büszke vagyok, hogy ez egy Mátyás király velem azonosítják. Ez egy, nagyon, ez egy pozitív dolog, de természetesen ez nem színészi feladat, ez már hát ez olyan, mintha a a Kalamba, Peter a Kalambó gondolom, hogy azonosítják vele, hogy de azért nem rossz ez, én azt gondolom egy pályán egyébként. Ez amikor Abszolút. van egy ennyire eltalált dolog. Akkor lenne rossz, ha mondjuk egyszer játszom valami darabot a színházba, és fölkiabálnának, hogy Igen, jaj, a Mátyás király, mert kollégáim, volt kollégám, akivel ez megesett, hogy uh -huh. valami sorozatból idézték. Velem még nem történt ped meg, pedig már kenyerem javát megettem ezen a pályán, még nem történt meg, hogy valami alakítás közben vagyunk, a tevét játszom és föl. jaj, a Mátyás uh -huh. király, végez, hál' Istennek elkerült. Uh -huh. Amire most szeretnék egy picit önnel beszélni, ez most lehet, hogy furcsa lesz, hogy az ön pályafutással kapcsolatban egyáltalán szóba hozom, mert nyilvánvalóan a narráció az általában, gondolom, egy színésznek a legritkább esetben a legönkifejezőbb tevékenysége, inkább gondolom egy, egy hogy mondjuk pénzkereseti forma, még ha azon belül nem is a legkellemetlenebb. De amiért én ezt szóba hozom önnel kapcsolatban, az az, hogy ön ezen belül én úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon speciális dolgot képvisel. Legalábbis ez az én tapasztalatom. Amire én itt gondolok, az természetesen először is, hogy neki hihetetlen szép orgánuma van. Tehát ez, ez mondjuk egy adottság, ami egy nagyon szerencsés dolog. Gondolom a színészi pálya nem egy utolsó adottság. Tehát nyilván ezért is önt sokan megkeresték, ha más nem veszünk az orgánumát. De ezen túl én, amikor önnel látok, különösen, ha komolyabb a téma, így egy dokumentumfilmben, és erre majd mindjárt hozok két példát, hogy amikor, ami nekem felejtetetlen emlék mind a kettő, akkor ön hozzá tud tenni ahhoz a dologhoz egy nagyon erőteljes pluszt. Ami nélkül az nem működne úgy, ahogy. És most, hogy konkrétan, hogy mondjuk kiemeljek kettőt, de egyébként számtalan ilyet láttam, az egyik az az volt, ami egy sorozat volt, maga sorozatot is nagyon élveztem, egy amerikai utazásról szólt, és ha jól emlékszem, az ott hiszem, hogy, hogy kamaszkorunk legszebb nyara. Amerika. Amerika. Igen. Aminek nagyon jó a szövege, nem tudom, hogy ki írta, ezt majd meg is kérdezném öntől. Nagyon jó volt maga a szöveg is, de ahogy ön előadta, az, ez az, az egy felejtetetlen élmény. Tehát nagyon jó volt össze. Ugye csak röviden a hallgató kedve arról szólt, hogy, hogy egy felnőtt ember hogyan szembesül az álmaival, Amerikán végig utazva hogy milyen volt, amikor tínédzseren elképzelte, hogy Amerikát bejár, és milyen, amikor felnőtten ez sikerül. Zseniális volt szerintem maga ez az egész ügy, a szövegek is. A másik pedig, hát talán azt nem tudom ennyire konkrétan, azt hiszem, hogy Ausztráliában készül dokumentumfilm volt állatokról, és talán, tehát ilyen nagyon szomorú igen. jelenetek voltak. Például egy ilyen, amikor a, 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 egy haldokló lovat a nőstény ló nem akar ott hagyni, mert a, a, a csorda, vagy nem tudom, lovaknál lesz, hogy ilyen hívek mindegy, tehát megy ménes. tovább. Ménes, bocs, nagyon szépen köszönöm ménes ment tovább vadlovakról van szó. Igen. Ugye a párja haldoklott, és választania kellett, hogy, hogy és, és borzalmas hezitálás volt, Igen. hogy maradjon a haldokló párja mellett, vagy ugye a ménesel tovább kell menni. És ennek is Ön volt, ha jól emlékszem, és biztos, hogy jól emlékszem. Igen, 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 Nagyon-nagyon szép film volt, és én azt gondolom, csak ezzel a két példával is mutat, hogy ez egyik sem lett volna az, ami lett belőle, hanem ön adja hozzá a hangját. Na most itt rögtön el kell osztatnom egy, egy félreértés értést, vagy, vagy egy ilyen felfogást, hogy ez pénzkereset. Szó nincs. Ezt én nem negatívumként mondtam egyébként. Mert pénzkereset, mert az ember kap érte pénzt természetszerűleg, de ezt nagyon komolyan kell venni. Ha megnézi az ember egy idegen nyelvű filmnek a stáblistáját, a legtöbb filmnek hihetetlen jó nevű színészek a narrátorai. Magyarul ez nem olyan, mint egy, mert ő azt mondta, hogy, hogy orgánum kérdése, na most egy rádió bemondónak is lehet jó orgánuma, csak nem biztos, hogy tud érzelmileg is azonosulni azokkal a azokkal az akciókkal, amiket ő akár csak a vadvilágban. Te azért hogy... hogy ez csak az alapja. Tehát pont erre akartam utalni, hogy a jó organom az ön esetében csak egy, a ez az, 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 az első. Arról kérlek. nem beszél, hogy az csak egy adottság, Igen. ezt még nagyon sokat kell ezzel foglalkozni, uh -huh. kezelni kell, tehát locsolni kell, füstölni kell, <laughs> mondjuk a poé része, Igen. de valóban törődni kell vele. Uh -huh. Tényleg, ha az ember rá van ilyen, ez, rá az Istenek ilyen adottságot. Egyébként ezt gyorsan zárójelben mondom, hogy én például össze voltam és hadartam, mert senki nem hiszi el rólam, és a mondták Imre, illetve az ő logopédusai segítségével az Imre azt mondta nekem, hogy Laci magából egy a legszebben beszélő magyar színészt fogom csinálni, mert maga olyan adottságokkal rendelkezik, mondta ezt az Imre főiskolás koromban, és valóban hát a összességet azt lehet gyógyítani, Egyébként emiatt eléggé csalódott és mit, mit, több feláborodott vagyok, amikor emberek évtizedek óta kiülnek a mikrofon elé, kamera elé, és annyi fáradtságot nem vesznek, mint a demosztenész, tenész, hogy ha elé állok, akkor valahogy megtanulok. Most nem kavicsot kell a nyelv alá tenni, de meg lehet tanulni, szóval ez egy tiszteletlenségnek gondolom. Na mindegy, ez az egyik, hogy a pénz, jó, fizetnek érte természetesen, de hogy mennyire fel kell készülni egy ilyen dologból, Engem szoktak ugratni barátaim, hogy, hogy én annyi mindent tudhatok. Szóval, amikor a, nem tudom, a pókok nem életéről beszélek, hogy mi mindent tudhatok, valóban előtte felkészülök belőle az olvasandóból, és úgy tűnik, hogy mintha értenék hozzá. Kijövök a stúdióból, egy kukott nem tudnék elmondani belőle, de akkor mégis úgy kell elmondani, mintha érteném. Még mit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon fontos ez a. Hogy a legnagyobb színészek csinálják kint. Igen, is. A tartalom, mert... tehát hogy, hogy az orgánumon túl nyilvánvalóan hozzá kell tenni egy egyfajta Igen szín... és... színészi tartalmat gondolom. Szóval kell valami furcsa beleérző képesség, hogy ugyanakkor nem eljátszani a mondatokat, a jelzőket, a szavakat, de valami fajta azonosulás kell az, azzal a világgal, amit én elmesélek. Egyébként ezt a az kamaszkorunk legszebb nyara, Amerika, azt egyébként a Bayer Zsolt írta a szövegét, és ők járták be Amerikát, de nekem azt mégis úgy kellett elmondani, mintha nem tudom, szóval mintha én lennék ott. Talán ez a titka, na most ez nem a nehéz, ennél sokkal nehezebb, én az inforádiónak vagyok ilyen station voice-a, állomás hang, amit úgy nyertem el, hogy elmentem felvételizni. Valamelyik kollégám szólt az szín, új színházból, hogy indul egy új rádió, nem akarom megmérettetni magam. Hát mondom, én rádió bemondáshoz most így speciál. Azt mm. hát, mondja, menj el, hidd el, mi történhet? Hát az történt, hogy egyszer csak értesítettek, hogy én nyertem el ezt az állást, én most már azt hiszem nyolcadik éve. Ott viszont pont az volt a nehézség, hogy Ugye úgy kell felvételni, hogy híreket olvas az ember, meteorológiai jelentést, sporthíreket, és hogy ott pedig objektívnek kell lenni. Most ez egy színésznek különösen nehéz, mert mindenbe érzelmet vinne. Na most itt viszont nem érzelmet, hanem megtaláltuk a, azt az egyensúlyt, hogy hát most szerintelenség nélkül mondom, hogy egy kellemes hang, egy Kellemes lényt képzeljünk el a mögé, a hang mögé, vagy a hang legyen kellemes, ugyanakkor objektív, tehát hogy nem az, hogy, mert ugyan én nem híreket mondok, hanem állomás hang, hát nem tudom. De hogy az valami, nem tudom szubjektíven legyen objektív valami uh -huh. ilyen furcsán tudnám Kicsit legyen személyes, de az objektivitása való Igen, igen hogy valahogy a távolságtartás is, szóval ez nagyon nehéz volt, ami kikevertük Három ezt a szín. Három legyen barátságos, mondjuk. Igen, illen. igen. Na, de szóval a, a természetfilm, hát egyrészt nagyon szeretem őket, fantasztikus, én is oda vagyok. Tegnap éjszaka épp néztem a, a Wimba a US Open döntőt, és a feleségem a másik szobából látszott, hogy te vagy a tévébe, Átkapcsoltam a Dunára, épp a Kékvércsékről ment valami, már régen is felejtettem. De tényleg, valóban egy hanggal oda... Le... el lehet szúrni például a legjobb természetfilmet, és szerintem egy nem jó hangal. Így van. Mert a hang az nagyon fontos az ember életében, a fülünknek kellemes dolog. Szóval Ugye ez a védák egy... így indultak, hogy kezdetben vala hang. Ez nem véletlen, tehát ennek nyilván spirituális értelme is. Nagyon valóség. fontos dolognak gondolom, és hát az ember tényleg csak áldja a sorsot, hogy kapott egy ilyen ajándékot, de ez egy nagy felelősség is ugyanakkor. És hát az ember persze örül, amikor narrációkért gratulálnak, vagy megemlítik, hogy nagyon jó Szóval, hogy nélküled, nélkül ez nem jött volna létre. Ez így van. nem véletlenül hoztam ezt így szóba. Nagyon szépen köszönöm Helyi Lászlónak, hogy megtisztelte az hogy befáradt hozzám mm. ide a stúdióba. Hát én köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy részt vehettem.